utánpótlás csapataink tele vannak nagy tehetségekkel és érdekes személyiségekkel, akikről viszont vajmi keveset tudunk. Pedig egy olyan csapatban, mint az MTK, amely igen nagy hangsúlyt fektet a fiatal focisták játszatására, érdemes megismerkedni a feltörekvő titánokkal. Ennek érdekében az U17-esek edzésére látogattunk el, beszélgetni a csapat egyik hálóőrével, Pirki Péterrel, az eddigi karrierjéről. Először az óvodában kezdtem el focizni, óvi focira jártam, aztán a családommal Székesfehérvárra mentünk el focizni. Kint a Műfűben kezdtem el focizni, még ilyen körülbelül U7-es koromban. Aztán, amikor bekerültünk terembe miatt, akkor úgymond elment a kedvem, és akkor így abba maradt a foci. Iskolában Pesi Tanár és az egyik csapattársam, aki az apukájának a segítségével, a Diák Olimpián kapuba kerültem, és akkor így kezdődött igazából így a, úgymond a pályafutásom. Ezután nem is lehetett kirobbantani a kapufák közül, és gyümölcsöző éveket töltött el az akkor még Videoton néven futó csapatnál. Körülbelül olyan 5 évet töltöttem a Fehérváron, nagyon sokat tanultam ott, nagyon sokat fejlődtem, mind lábbal, mind kézzel, így a kapusposzton. Játszottam nagyon sokszor egy ilyen nagyobb korosztályban. A csapat kohéció az nagyon jó volt, az edzések hangulata is úgy érzem, hogy jó volt, mindenki jól érezte magát, de amikor bele kellett állni, akkor meg volt a kemény munka. A szakmai előre menetele érdekében viszont a váltás mellett döntött Péter. Úgy gondolom, hogy az első 1-2 hónapban annyi kellett még, hogy beilleszkedjék a csapatba, de ugye a Csucsánszki Zolival ketten kerültünk egyszerre Fehérvárról fel az MTK-ba, így azért egyszerű volt, mint az iskolában, mint az edzésen. Aztán így utána, 2-3 hónap után már úgy érzem, hogy teljesen be tudtam kerülni a csapat bizalmába. Nem csak az öltözőbe illeszkedett be gyorsan, a csapat játékában is hamar megtalálta a helyét. Az MTK-nek a stílusából fakadóan a kapusnak van egy plusz szerepe, ugye, ami a játék felépítését illeti. A Peti ebben nagyon jó. Rengeteget segít nekünk a labda kihozatalban, a támadás építésekben. Azt lehet mondani, hogy nagyon jó lábbal, és nem csak technikailag jó, hanem idegrendszerileg is. Tehát ő nagyon ki tud várni az utolsó pillanatig, nagyon olvassa a játékot. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy ő érti a futballt, és nekünk ez egy nagyon fontos, mert ő a 11. mezőny játékosunk. Érdekes pozíció a kapusé, hiszen amellett, hogy jól kell védjen, a személyiség is kell passzoljon a poszthoz. Szerintem egy kapusnak mindig pozitívnak kell maradnia, mindig higgadtnak kell maradnia, és mindig észnél kell lennie. Szerintem a csapatnak egyik vezére kell lennie mindenképpen. A csapattársai felé mindig a jó oldalt mutatni, bármi történik. Én azt láttam, hogy ő egy nyitott személyiség, akire hallgatnak a többiek. Megvan az a pici flúgja is, ami egy kapusnak kell, de azt tudom mondani, hogy ő vezérszerepet tölt be pályán és a pályán kívül is a csapaton belül, úgyhogy ebből a szempontból szerintem neki nem volt gondja. Immáron lassan 3 éve tartozik a csapat kötelékébe Péter. Ezzel alatt az idő alatt sokat fejlődött, viszont valami még fejlesztésre szorult. Szerintem mindenképpen a gyengébbik láb használata. Próbálom fejleszteni a gyengébbik lábamat, mint edzésen próbálom használni, de a kapus edzésen is maximálisan megkapom ennek a segítségét. A lábbal való játékom az szerintem nagyon sokat javult, és mint lelkileg, mint mentálisan sokkal erősebb lettem. Mondjuk egy vereségből vagy egy kisebb kudarcokból is sokkal előbb tudok felállni, és szerintem a gondolkodásmódon, meg a gondolkodás a pályán azon abban is nagyon sok változott. Pétert a csapat oszlopos tagjának lehet mondani, és a meccseken meg is hálálja a belé vetett bizalmat. Kiemelkedően teljesített az eddigi egész szezonban, és ami a legfontosabb nála, hogy nagyon kiegyensúlyozott. Mindig tud hozzátenni a csapat teljesítményéhez, olyan kritikus szituációkban tud bravúrt bemutatni, amikor szükség van rá. Tehát gondolok, itt egy 0-0-ás meccsen tud védeni egy hatalmas bravúrt, vagy ha 1-0-ra vezetünk, akkor tud védeni egy olyat, amikor már szinte mindenki gólt lát. Nagyon jó jövőben tudja ezeket a bravúrokat bemutatni, és tényleg ami a legfontosabb, hogy folyamatosan jó teljesítményt tud nyújtani a kapuban. A kollégiumi élet és a sok edzés mellett még tanulni is marad ideje Péternek, valamint foglalkozni a kedvenc csapatával, a Barcelonával. Szerintem nagyon nagy segítség az, hogy odafigyelt az iskolában, de nyilván mellette ugyanúgy kell azért tanulni, kell szakítani rá időt, meg szerintem meg is lehet mellett találni, néha este, néha valamikor reggel, de szerintem muszáj tanulás. Szabadidőben azért nincsen olyan túl sok, akkor is szeretek inkább edzeni, vagy konditerembe járni, hasonlók, de legtöbbször igazából meccset szoktam nézni. Kevesen szavaznak bizalmat a fiatal kapusoknak. Péternek azonban nagyszerű a hozzáállása, és így merhet nagyot álmodni. Szeretnék tovább menetelni, akár az MTK-ba, akár esetleg külföldön. Ő nagyon fókuszált, és mentálisan ő nagyon akarja ezt az egészet, úgyhogy reméljük, hogy ő is eljut odáig arra a szintre, amit a Jóisten neki teremtett, vagy tervezett.